Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója. Gondolom, ti is találkoztatok már ezzel a jelenséggel, legalábbis aki régebb óta motorozik, ugye, hogy évről évre kicsit hosszabbodnak a szezonok, tehát a tavaszi szezon is kicsit korábban kezdődik, illetve a szezon vége ősszel is ugye jobban kitolódik. A jó hír az az, hogy a gyártók ugye próbálják követni ezt a ruházatokban is. És hát ugye a felhasználási módokból is ugye az első az mindig az, hogy az időjárásnak megfelelőképpen öltözzünk föl. Tehát most az, hogy versenypályára megyünk, vagy éppen csak a Pilisbe, az is egy más sztori. Igen. De tulajdonképpen azért az elsődleges szempont mindig az az időjárásnak megfelelő öltözködés. Itt egyből van ez a nagyon-nagyon jó színkombináció, ez egyébként nekem nagyon tetszik tényleg ez a kabát, ez ilyen kicsit ilyen endurós, túrás verziónak tűnik, illetve ami elsőre föltűnt, hogy ilyen egész érdekes nem patent van rajta, ugye amit tudunk, hogy ez el tud fáradni pár év alatt sajnos, hanem ilyen nagyon komoly mágneses zárak, tehát ez egészen biztosan, hogy nem a beszálló kategóriás kabát lesz az a sejtésem. Így van, hát ő gyakorlatilag egy csúcskategóriás, mondhatni kalantúra kabát, ami ténylegesen minden időjárási körülményre lett kifejlesztve, kitalálva, beleértve a 0, illetve a mínusz Celsius fokokat is, illetve akár a 40 fokot is. Ahogy te is említetted, a gyártók arra próbálnak törekedni, miután sokan nem hajlandóak, vagy nem szeretnének több kabátot tartani otthon a szekrényben, megpróbálnak egy kabátot, vagy egy kabáttal lefedni minden időjárást, minden évszakot. Ennek megfelelően ez a kabát, amire te is rámutattál, ez gyakorlatilag egy vízálló, 100%-ban vízálló laminált túrakabát. Tartozik hozzá még egy termóbélés is, ami ugye a hideg idő ellen van, a vízállóság az gyakorlatilag a tavaszi, késő őszi párás levegőhöz szintén meg tudja fogni, hogy ne nedvesedjen át a kabát, nem is nehezedik el tőle. A nyári záporokról, komolyabb esőkről gondolom sokat nem kell elmondani. Illetve ahhoz, hogy ugye jobb időt is tudjunk csinálni a kabáton belül, tehát a nagyobb melegekben, ugye tele van olyan nyitható szellőzőkkel, ami a kabáton belül egy picit ezt a hőháztartásunkat helyre tudja állítani. Na most ugye a nyitható szellőző az sima ügy, lehúzod, nyitva van, felhúzod, nincs nyitva. Viszont ugye az, hogy ebből hogy csinálsz ugye a 0 fokot is kényelmesen átvészelő kabátból mondjuk a 40 fokba is használhatót, az ugye mennyire bonyolult, mert igaz, hogy ez egy nagyon szűk szegmens vagy eset, de ugye például, amikor valaki egy komoly hegyi túrát nyom, mondjuk egy 2000 méteres szintkülönbséggel, akkor simán elképzelhető az, hogy 25 fokból indulunk nyáron, viszont odafönt már csak 0 van, mert ugye az, hogy az ember ugye itthon motorozgat csak mondjuk a városba, vagy máshol is, akkor hát ahogy mennek az évszakok, szépen alakítgatott, ott nem baj, hogyha egy óra átalakítani a kabátot otthon, de azért ebben a szegmensben azért, főleg ugye ez a kalantúra kategória, amit mondtál is, azért ez már szempont lehet. Gyakorlatilag félre sem kell állni. Tehát ugye ami a kabátnak a hőháztartását, vagy az embereknek a hőháztartását tudja megfelelően szabályozni, az, hogyha a bőröd és a kabát közötti légrés nem melegszik fel, vagy nem hűl le. Itt gyakorlatilag a menetszél már a külső rétegen belülre nem tud bejutni, tehát a bőröd és a kabát közötti légrést már nem fogja tudni hűteni, vagy adott esetben melegíteni. Tehát ha bezárod a szellőzőket, ami szintén cipzárral és vízálló cipzárral van ellátva, gyakorlatilag már onnan nem jut be a menetszél, így akár 25 fokból, akár egy 10 vagy 5 vagy akár 0 fokos hőmérsékletnél már megáll a hideg menetszél a kabátonnak a külső részénél, így gyakorlatilag te optimális hőérzettel fogsz tudni tovább motorozni. Nézzünk bele egy kicsit, mert ugye itt nagyon jól néz ki kívülről, de gondolom a nagy csodák inkább bent találhatóak, ugye? Tehát az igazán nagy csoda, az gyakorlatilag az a kis termokabát, ami ugye kabáton belül van, mert túl azon, hogy ez még melegít, ugye szélálló is, tehát hogyha a termokabát rajtunk van, mert 0 fok környékén motorozunk, és nyitva van valamelyik szellőző, mert egy pici, már melegebb a kabátnak az érzete rajtunk, mint kéne, akkor is ki tudjuk nyitni a szellőzőt, de lesz egy olyan réteg, ami megfogja a menetszelet, tehát pont megint ott tartunk, hogy a kabát, meg az ember közötti légrés fog tudni hűlni, ezáltal egy picit ugye a kabát is, és ezáltal lesz nekünk is jobb hőérzetünk. Tehát akkor igazából a szellőzők nyitásán, csukásán kívül például van ez a belső, amit ugye egyszerűen leveszünk alóla, és ott már is egy nagyot ugye könnyítettünk a dolgon.
Most ezt lehet hordani, gondolom, külön is, tehát hogy igazából itt egyből kapunk egy kvázi pulcsit, vagy egy ilyen technikai felső ruházatot is ugye ezzel a kabáttal. És jól láttam, itt valami piros lott is benn, valami komolyabb gerincvédelem is került már, mert hogy ugye a könyök válvédelem az ugye azért elég alap minden kabátnál már. Az minden kabát. A gerincvédő nem szokott benne lenni mindegyikbe. Ennél a kabát, vagy igen, tehát ezeknél a kabátoknál sem jellemző az, hogy mindegyikbe belekerül a gerincvédő, mert miután légzselkelő készített kabátokról beszélünk mind a kettő esetében, és leginkább erre megy el a jövő a motorosoknál is, hogy a passzív védelmet felváltja ugye az aktív védelem. Ez ettől függetlenül kapott már egy level 2-es gerincvédelmet, de túl ezen a váll és a könnyek protektor szintén level 2-es, tehát a legmagasabb passzív védelemmel lát el bennünket. Ez sem feltétlen jellemző, tehát ez ezért is kimagaslik egy picit a tömegből, mert a kabátok nagy része ugye level 1-es protektorokkal vannak szerelve. És akkor egy haspántos is, ha jól látom. Így van. Az ugye azt a célt szolgálja, hogy egyrészt, hogyha a kabát egyrészt kívülről is lehet állni. Várjál, csak mit találtam? Csak nem azt, amit hiányoltam ugye a légzsákomról. Tehát ezek szerint akkor a gyártó most már azt is megoldotta, így van, hogy ne cincálja szét ugye a bélés belsejét, amikor nem használod. Igen, nagyon ugye jó. Nagyon sokan úgy hordják a kabátoknak a zsebébe rakható gerincprotektort, hogy beletesszük a zsebbe, benne van. Ugye ez a haspánt, ez annyit segít nekünk, hogy ez gyakorlatilag a motoron való mozgásnál ne is csúszson el a derékrészről. Ha valaki ezt nem szeretné használni, ennek ugye megvan a saját helye, innen ugyanúgy ki lehet tépőzelni, tehát hogyha szeretnéd használod, ha nem szeretnéd, nem használod, de ezt a funkciót látja el, hogy fixen a helyén tudja tartani, hogyha van egy bármekkora baleset. Nézzük akkor a másikat, az egy kicsit kevésbé feltűnő jelenség, de már innen látszik, hogy ugye vannak benne okos és ügyes részlete. Ez mi ez a külső? Én ezt most fogtam meg, hogy ez is valami új, tehát ilyet én még nem láttam kabáton. Ez ilyen... egy elég nagy újítás, ez egy Superfabric elnevezésű anyag, ami a hokikorisok körében lehet gyakorlatilag a legismertebb, mert hogy a korcsolyáknak a külső anyaga az pont ugyanebből az anyagból van ellátva. Vágás, ütés és a kopásállósága miatt használják a motoros kabátoknál. Azt érezni is, hogy ez ugye elég jó csúszós, tehát hogy igazából ez biztos nem fog letapadni. A másik kabát ugye az a Boulder után a Halo. Ez az a kabát, amit inkább azoknak a motorosoknak szoktuk mi javasolni, akik tavasztól őszig szeretnének úgy menni, hogy ha kijönnek az első 5-10 fokos hőmérsékletű napok, akkor gyakorlatilag onnantól ezt a kabit fogják tudni már használni, már csak azért is, mert tartozik hozzá egy olyan vízálló membrán, amit a motoros dönti el, hogy a kabát alatt vagy fölött szeretne hordani. Kabát alatt szoktuk akkor javasolni, hogyha hűvösebb idő van, egyrészt pont azért, hogy a kabát alá bekerülő hűvösebb menetszélnél ott akkor a membrán fog egy stoppot mutatni, onnantól egy téli aláöltözővel ki lehet védeni a hidegebb időjárást is. Kívülre akkor javasoljuk értelemszerűen, hogyha esik az eső, mert akkor maga a kabát sem fogja magát megszívni vízzel, nem fog elnehezedni, nem lesz hosszú távon kényelmetlen. Viszont a nyári 40 fokból meg a lehető legjobban variálható kabát, pont itt a jobb karjánál látszódik is, hogy itt a protektorok kikandikálnak még a bal oldalon, nem? Ez pedig azért van, mert hogyha beüt a nagyon-nagyon jó idő, akkor a külső textilrészt a karjánál egy cipzárral végigtekerve gyakorlatilag le lehet venni. És most van itt egy ilyen kenguruszerű kis zseb, ami hát gondolom, hogy nem azt a célt szolgálja, hogy ide pakoljál, de hogy ez így lehet pakolni is, de eléggé nehéz lenne ott akkor has környékén kényelmesen üldögélni a motoron. Ez gyakorlatilag megint csak a hűvösebb időjárás, vagy a hidegebb menetszél ellen tökéletesen jó védelmet tud adni. Nyakrésznél kapott egy szélálló kis külső réteget, szintén ugye a mellkasnál magát azt a nagy szellőzőt, ami ugye majdnem minden motornál, inkább a naked típusoknál van az, hogy nincsen túl nagy szélvédelem, jöhet mellkasra, ott fogja tudni megadni a szélvédelmet. És akkor ha már az elejét ezt megmutattuk, akkor nézzük a hátulját, mert hogy ott szintén megkapta ugyanezt. Ugye ez a koncepció. Így van, mert sokan attól szoktak egy picit félni motorra ülve, hogy oké, hogy elő van szellőző, de hát most a menetszél fel fogja fújni a kabátot, nem. Nem fogja felfújni, mert ami ott bemegy, az hátul könnyedén tud távozni. Hát itt gyakorlatilag körbe fúj a szél, hogyha ez a két szellőző ki van nyitva. Ez a kabát, ez így a te meglátásod szerint milyen külső hőmérséklet tartományban használható még? Mert azért az igazán durva cucc az ez, ezt tudjuk, tehát hogy ezt elmondtad, de hogy igazából azáltal, hogy ilyen nyitható, komoly nagy szellőzők vannak rajta, viszont van benne ugye ez a akár kívül, akár belül hordható
vízálló réteg, ez így a, inkább nézzük a hideg oldalát, tehát hogy ezt így milyen hőmérséklet tartományig javaslod? Ez az amiatt egy nehéz kérdés, mert ugye minden ember más, mindenkinek más az inger küszöbe a hideg tekintetében. Ha annyira nem vagyunk fázósak, akkor egy megfelelő téli technikai aláöltözővel, benne hagyva a vízálló membránt, én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-10 fokig ez kényelmesen használható. Hát Ádámnak nagyon szépen köszönjük ezt a tárlatvezetést, és legközelebb azt kérdezzük meg tőle, illetve vesszük górcső alá, hogy mi újság van a bőr felszerelések környékén. Fő támogatónk a BMW, a Magyar Suzuki ZRT, valamint magyarországi hivatalos finanszírozási partnerük a Mercantil Bank. Támogatók: Advess Moto a KSR Group magyarországi hivatalos partnere, a Motostar az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója, valamint a ProMX, a ProGreen MX termékek magyarországi forgalmazója.